Modern Warfare 2, 3, rengeteget éjjel-nappal kodoztam, és akkor már tényleg reflexzerűen fejre odarántottam, azonnal lelőttem bárkit. És azt is előtte, hogy menjen, ugye már nagyon szar voltam, azt csináltam, hogy a kodokat kampány módban a legnehezebb szinten végigvittem, és mire végértem, ráállt annyira a kezem, hogy úgymond fel tudtam zárkózni egy kezdéshez a multihoz. Csak azt nem tudom, hogy miért égek. De hát mindegy. Na, mehetünk is tovább. Gyere, haver! Mutasd magad! Baszd meg! Ezt benéztem. Jó, hogy nem ölt meg. Köszi szépen, Desert, szia! Prisoner out. Van-e még itt valami? Még lesz egy láda szerintem. Nem, nincs a láda. Elvileg ez a rész. Hát nem tudom, hogy ezen a részen mi lesz, de... Ja, de az már izéhez tartozik, Messánához, úgyhogy nem is érdekel, hogy mi van itt. Megyek oda, azt onnan meg leadom a questet. Azt még az egy helyszín van, aztán itt végeztünk is. Úgyhogy zsír. Come on. Milyen lószkinem van még? Az inventory-ból lehet lószkint váltani? Ja, ott hát. Az igen. Na-na. Gyere csak ide. Az igen. Azt a kurva életben, mi ez csillám faszláma? Egész pofás egyébként. Arra leszek kíváncsi, mert olvastam itt, hogy ugye van ez a fő a tier 1-ből való zsoldos, ő itt a király, és már csak ő van előttem elvileg. Ha őt legyőzöm, akkor azt írták, hogy kapok valami... Nem is tudom mit, mindjárt megmondom. Na, ő itt a király. Hát mondjuk elég érdekesen néz ki. Kapok tőle egy ilyen legendás... semmit mondó mészt, meg... Only the strong can reach this position and ride Abraxas, the immortal horse. Ugye ez valamilyen... különleges ló lesz, erre leszek kíváncsi, hogy ez mit akar. Remélem, hogy valami kurva jól néz ki. Na mindjárt lemegyek a szikláról vele. Ó, várjál már! Ez tud repülni, mármint hogy ugye le tudok ugratni vele és nem fog eldőlni. Meg nem döglik le. Hú, bazd meg, ez nem is olyan rossz. Nézzük csak innen. Ez tényleg...
Azt nem is gondoltam, tök jó. Ó, várjál, nem, nem is kell leszállnom. Most jut eszembe, hogy ez megy lóhátról is elvileg. Nincs pontom, mi? Ez fél, ez akkora fél volt. Jó van. Már nagyon magyarkodok. Na ideje lesz. De van pontom. Baszd. Bolond ez a kutya. Azért meghalsz. De lehet, hogy én halok meg. Úgy látszik, hogy akkor lóról ilyen speciális képességgel nem lehet lőni. Hát mindegy, most már tudom ezt is. Van egy ládánk is. Na, mehetünk is tovább. Igazából az egy helyszín maradt. Ez itt. Mindegy, előtte leadom a questet, aztán úgy megyek, na meg teleporttal tovább. Mondjuk ennyi előnye van ennek a lónak tényleg, hogy nagyon magasból le lehet vele ugrani. Ez ilyen pegazus, vagy nem tudom minek hívják ezeket. Szárnyas ló. Az unikornis is, nem az unikornis, az csak szarvas, ugye? Annak nincs szárnya. Pegazus a szárnyas szarvasló. Ha jól tudom, a sztorikból. Skyrimbe tudod, mi tetszett nekem a izé? Vagyis hát tetszett több minden is, de az első ló, amit úgy meg lehet szerezni és pofáson néz ki, az a bérgyilkosoknak a... az a lova. What do you have to share with me, Mistios? Makarios is well placed at the Agogi. A második meg, amit idézni lehet. Will be a hard taskmaster. De azt szerintem a vámpíros kiegészítőből van. God's willing, he'll find a way to endure and thrive. It is not easy to send one's heart into the world. He's eager and bright, and he has Theoros there to guide and inspire him. They will support each other. You demonstrate ja, ja, az lesz az a vámpíros kiegészítős ló az. You are a blessing to this family. Szerintem. There are several in the region who could benefit from your presence, Eagle Bearer. Help them, inspire them, and I'll reward you. Give me their names. The farm owner, Laniki, as well as several of the town's important women, Zita, Zamia, and Zefxo. Ó, kaptunk még itt questet. Who is this farm owner? Laniki runs the farm for her family. Recently, it has been under. She blames the gods and believes the land is cursed. But I wonder if she's too. A következő Elder Scrolls játékba tanultak abból, amit így a fanok csináltak, mert ugye az Elder Scrolls fanok rengeteg modot csináltak, és azokból betesznek párat, mint lópáncél, meg ilyenek, mert hiányoltam a játékból. Meg rengeteg megoldást hiányoltam a játékból, amit később moddoltak. She has two precocious children who rule the roost in the Agora. They reduce their tutors to tears and stir up the other age mates. She is hoping you can instill some respect in them. What can you tell me about Zefxo? Her husband is off training for war. A Skyrimben van izém, hallod? 500-600 óra gameplay-em. Awesome. Van rengeteg benne. Pontosabban összeadva a Skyrim Legendary-t, meg ugye a felújított változatot. Ugye megkaptam még egyszer ingyen. Úgyhogy azért van benne pár órám. Ha összeadom a kettőt. A hordható tömeggel nem volt soha gondom. Baszki, kaptunk 3 darab questet. Jó, nekiállok szerintem gyorsan, akkor megcsinálom, ami közelebb van. Ez a 3, amiről a csaj beszélt, hogy 3 nőnek kéne segíteni.
Az emberek háborúznak. A férfiak. Oh, Ira and Aphrodite, please grant my daughter the virtue of obedience. Eagle Bearer, you bless this temple with your presence. If I may ask, I'm having a little problem. I'm not a problem. I'm a Spartan. You keep at home supervising farmers while I could be out in the world finding adventure. You give my brothers the chance to explore. Why not me? An explorer, are you? So, you're the Eagle Bearer everyone's been talking about. I hope you live up to your reputation. I'm Zophiras. Could you please educate my daughter to behave as a Spartan woman should? If both you and Zophiras agree, I'll train your daughter to be a fine Spartan. Beginning with her physical strength, of course. It's the only way she can keep your household safe and prosperous. The Eagle Bearer is right, Mater. Spartan women must be strong. You can call me Alexios. I suppose if the Eagle Bearer says it. Yeah, that is, yeah. All right. Train my daughter as you see fit. Let's begin your training with running. Try to keep up. But Spartans never run. Only cowards do. Why should I train in running? Strong legs mean you'll thrust your spear with more force. And yours do seem very strong. A versenyt kell vele futni. Through the theater to the entrance of the Dromos. Last one there's a wounded goat. Aha, versenyt kell vele futni. Úgy elöklek, mint a szart. Lecsaljuk az egészet. Keresztül futok mindenen, amit látok. Sehol nincs. Most várjál már. Most meg kell várni egy csajt. Glad you could make it. I'll get you next time. Now we'll race horses, but not like they do in the athletic games. We'll make our own course. Horses? Why should I bother with those filthy beasts? We have Elotes for that. Horses are beasts of muscle and power. You'll never understand until you hold one between your thighs. Well, when you put it that way, ride on. Let's race to the bridge south of Sparta. Ready? Go! Jó, hát itt most nem fogom a sajátomat előhívni. Meddig kell velük menni? Hát nem egy túl nagy vágta ez se. That's how you master a beast. That was more speed than mastery. How are my lessons so far, Zophiras? Not bad. But why did you decide to teach me anyway? Don't you have more exciting things to do? Treasures to find, tyrants to depose. Ezeket mind csinálom. The secret is, by teaching a skill to someone else, you're also improving your own technique. That's the only way you'll both reach peak performance. You'll have to show me your technique. Do you have a suggestion for our next bit of training?
There's a place I found in the southern hills with a wonderful view. Will you go there with me? Persze. Ez azt tudod, hogy minden kikötőben megvan valaki. So, does that bird follow you everywhere? Icarus. Yes. He likes to keep an eye on me. Are you jealous? If you don't mind being watched, I don't either. Did Zeus give you any special powers? You know, Achilles got invulnerability, Heracles the strength of a god. If you know the old stories, you know what Zeus is especially good at. You have that kind of talent. Just call me Pandora. Meg is jöttünk. Lehet huncutkodni. Beautiful, isn't it? Absolutely. I think I'm beginning to understand you, Alexios. Are you? Tell me, who do you think I am? You answer my questions with such passion and authority. You like being in charge, don't you? You might be right. But really, why did you bring me out here? I thought we could continue with some more intensive training, Alexios, if you've got some energy left. Hát szóljon. Well then, let's begin our advanced lessons. Harcok között kell a kikapcsolódás is, nem? Mondjuk ez nem olyan intenzív, mint a Witcherbe, de megteszi. Na, közben kijelölöm az újabb questünket, ami... Elmegyek először ide a faluba. Gyere csak ide, Pegazus. Csak mert ezzel le lehet innen ugrani. Na, át tudok itt vajon menni? Come on. Legalább világít, nem tévedek el a sötétbe. Ella. Is van a falu. Jó ez! Ez a jó oldalát, ilyen senkinek nincs. To be the eagle bearer, would you? Me? Yes, I am. Where do you know justice? Your hair must have been woven by Athena. Your body Na, is itt like a következő a áldozatunk, vagy ki ez? Masters. And your arms look so strong. Strong enough to... Strong enough to carry this basket to my husband Kalibos. A rohagy meg! Oh, right. Baszki. It'll be easy to carry. Thank you so much. Let me know if you need anything. Hogy előadta itt magát? He's an important general. His unit is stationed in the northeast near the fort of Presai, down by the beach. What's in the basket? What any man would need on the eve of battle to win the respect of the gods. Please, Eagle Bearer, it would give him an edge over his enemies. I'll help with your delivery. Nagyon fasza. Férjének el kell vinni az erődbe a kosarat. The
This is heavy. What's in here? Bricks? Kérdezi, kurva nehéz, mi van ebbe? Kő? Vagy kövek? Téglák? A bricks az tégla, azt hiszem, ja. Azt képest szaladunk vele fel a hegynek. Azt nem tudom, hogy számíthatunk szerintetek valamikor így a közeljövőben Diablo 4-re, mert egyre inkább csak nyomják róla ezeket a skill tree videókat, meg mit tudom én. Mondjuk én örülnék neki. Mondjuk én számítottam azért egy 2 remasteredre, és azt is megvenném, aztán játszanék itt vele. De azt se bánnám, hogyha a 4-et hozzák előre. És ilyenkor mi van? Ezzel én itt nem akarok leugrani, hát az... Nem is lehet. Aha. De jó quest. Orika akkumot hallok. Imádom az 5.1-es fülest. Ilyenkor kurva jó, meg lehet vele hallani csomó mindent. Csaj, mit mondott Kempet? Én meg azt hittem erődbe jövök. Well met. What brings you to our camp? You are Kalibos. Your wife sent me to deliver this package. I think it might be some kind of offering. Zephso is a good woman. But they want all. She's gifted me with a basket fit for Dionysos. Earthly pleasures. She made it sound like it was a case of life and death. Most is volt a ezért a újdonsága. Bemutatták a skill táblát, ha jól emlékszem. Care to join us, friend? Awesome. Are you sure you want your soldiers this intoxicated while in the field? Oh, I must have misjudged you. Are you not also a Spartan? The only thing we are better at than fighting is drinking. I see your point. Thank you for offering. I don't like to dull my senses this close to battle. I will stay and keep you and your men company through the night. Chaperoned by a messenger of Zeus? This will be interesting. Na mi lesz ebből? Could someone pass the water skin? Oh, could someone pass my head? I think I left it farther down the beach. I didn't even drink last night. Why am I seeing a Trojan horse? Az igen. We can offer it to Poseidon Earthshaker for safe passage across the sea. Careful! This was a trap the last time. Jönnek a fiúk. Ezek azt hitték el fognak jutni idáig. Ezt
meghagytam nekik azt az egyet. I once boasted to a friend that I was a better tactician than Odysseus himself. Today I was proven wrong. You live to fight another day. Learn from this. Please, thank my wife for her festive gift. I don't know if I should thank her or curse her. Spartan Spear. Már kíváncsi leszek. Megint összegyűjtöttünk egy csomó ramot, hogy gyorsan utána nézek, hogy miket kaptunk. Hát ez nagyon szar. Kár érte. Lenne egy jó spear, akkor átállnék lehet spear-re a kard helyett. Mert a mozgás animációja baromira bejön. Szerintem szintet is lépek. Na ez a quest maradt vissza, ugyanakkor ide felgaloppolok. Felderítem azt az egy részt. Come on. Megvan az 51, nagyon jó. És osztam azt a speckó pontot. Ja, jó, hogy mondod, mindjárt ránézek, hogy hol tartózkodok a térképen, mert igazság szerint ugye szintben van már, sőt, most már ő veszi fel az én szintemet. Meg már lehet korábban is le tudtam volna venni, mert 48-osan az Argist megöltem, az pedig viszonylag nehéz. Mit akartam? Ja, ezért a talentfát. Kirakom ezt a plusz egy pontot. Mire is? Ja, ide. 12. Zsír. Sőt, rá is keresek, hogy hol van. A zsoldos barátunk. Jelenleg Athénban van bent. Jó, szerintem befejezem ezt a területet hamar, aztán legyakjuk. Oké, én is. Kell még egy kis idő hozzá. Tudod, hogy van, reméljük, hogy minden a legjobban alakul. Jó, még messze van. De szeretnék én is így sziklát mászni. Na, egy darab ability maradt.
többé-kevésbé sikeres lövés. Egyszer, kétszer. Jó, az meg el is ég szerintem. Fasza. Na most szedtem össze annyi adrenalin pontot, hogy ezeket itt lángba borítom szerintem pillanatok alatt. Nem fogok velük túl sokat. Itt ezekre lehet kár pocsékolni. Megvan a vezető. Ezeknek adok egy pofont. Nyádba. Elégsz. Ennyi volt a hely elvileg. Vagy mégse. Valami még hibázik. Oha! És ott van még egy kérdőjeles helyszín majd, de itt van még valami láda. Aha! Itt akkor kell, hogy legyen barlang. Barlang a lófaszt. Oha! Hát ez a hely. Az egy epic. Mi van még itt? Most öltem meg a vezért és nem számolt be. Az volt, akit az elején ugye leasszaszinoltam, nem is értem. Vagy lenne még? Ja, még van. Akkor jó, akkor visszaszívtam elnézést. Már itt a kétségbeesés határán voltam, hogy mi ez. Ő is. Töltök rajta egy kis adrenalin pontot. Zsír. Na most vagyunk meg, oké, akkor megcsinálom ezt az utolsó. Ja nem, még ide el kell jöjjek. De még elmegyünk, mert az már... Az már nincs messze. Háromszáz méter. Pedig ide tartozik. Na gyere csak ide. Vajon ez mi volt? Az lett volna fasz, hogyha le lehet vele így ereszkedni szépen odáig. De így is jó. Sanctuary of Aquiles. Láda. Két láda.
párvezető. Jó. Epic láda. Csapkod. Bolond ez. Jó, elég volt. Oké. Na. Nagyszerű. Mehetünk vissza a városba. Oké, quest van vissza. Quest van már csak vissza, és akkor utána megkeressük a zsoldosunkat. Zsoldos kill után meg szerintem szünet. Szünet lesz, miután folytatom estig. Jó lenne még befejezni Boetiát egyébként, de meglátom, elég nagy terület az is. Hogy sikerül. Aztán majd kiderül. Csinálok azért egy mentést, mert... nem mentettem így már 1000 éve. Az volt, hogy visszaraktam az előző drivert, minden fasza lett. You are the eagle bearer. Wonderful. Magistrate Xanthi has spoken highly of you. Very kind of her. So here's the thing. My children have promising futures, but they refuse to learn and study. They think they know better, but they can't recite a poem to save their lives. Where do I fit into this? They've heard of the Eagle Bearer and worship the ground you walk on. If you related an epic story to them, I'd bet they retain it and impress their tutors. Oh, yeah. It's an odd request, but I've been asked to do stranger things. I'll do it. My children are waiting inside the temple of Dionysus Colonatas for today's epic story. The subject is Perseus, which they should know well, but seem to forget all one question. Fassa? I know this story well, of course, but my preferred version may not be what your children expect. Do not fear. If you need a reminder, there are many relics related to Perseus in the hall adjacent to the temple of Dionysus Colonatas. Good to know. Nézem. Perseusról kell előadást igazából mesélni itt a kölköknek, mint valami mesét. Csak relikviákat átnézem, mert nem vagyok teljesen tisztában a sztorival. Nincs. Hiszték. Bassz meg, jó van. Skinning Zeus on Common Zeus. Most háj. Sarlót adtak neki. Oké, mi van még itt? Elmentek már a vérbe.
Fisherman, Dictis. Oké. Aha, jó. Medusa's turning to stone. Ja, vágom. Jó, így most már megvan a sztori. Hello, I'm... The Eagle Bearer. We've heard all about you. Are you going to tell us a story today? Do we have to listen? We've heard it 100 times. Yes, that's me. And yes, I'm telling you a story. Let us sing with the voice of the gods about the exploits of brave Perseus and the noble Pegasus. Acrisius, the king of Argos, was not a good man. He had one child, a daughter, Danae. Bitter that he had no son, he went to the Oracle of Delphi and heard a prophecy that chilled him. Ooh, what was it? The Oracle said, Acrisius would be killed by his grandson, but Danae was unmarried and childless at the time. To protect himself, he locked Danae in a bronze room, open only to the sky. Ooh! However, mighty Zeus saw the girl and fell in love with her. He transformed into a golden shower and seduced her. Danae gave birth to a son, Perseus. I knew it! King Acrisius couldn't kill the boy, for fear of angering Zeus. So, he put his daughter and grandson in a wooden crate and tossed them into the wild sea to be drowned. How horrid! Poor Perseus! Perseus and his mother Danae were rescued on the island of Seriphus, and Perseus grew up under the care of a kindly fisherman. Victis. Lucky them. Did the gods help? Maybe. Perseus learned to swim and ride and fight and how to be good and just, even though his father was only a fisherman. I can do all those things too. Yeah, good for you. Except swim or be just. Hush. Now, Victis's brother was ruler of the island, but he was not a good man. He's scum. The cruel king of Seriphus, Victis's brother, Polydectes, decided he wanted to marry Danae, for she was still beautiful and noble. But Perseus knows his mother does not want this. Victis couldn't stop his brother, so it was up to Perseus to interfere and be annoying. Christos, that's your job. I will keep this stinky king from marrying you. The cruel and, stinky king became angry. To get rid of Perseus, Polydectes sent him on an impossible quest. Prove yourself a warrior, and fetch me a worthy wedding gift, the king said. By killing a great monster! I knew it! Shh, I knew it too! Na, nézzük csak. Az. Where's golden face from monster whose gaze turns all... bazd meg! Elméletileg a medúza Gorgon's head. Golden fleece. Ezé kellett neki a feje, nem?
Polydectes told Perseus to bring back the head of Medusa. Ja, azért. The Gorgon, whose gaze could turn anyone who looked into her eyes to stone. Ah! Polydectes knew that Medusa would be Perseus' death. That stinker! But the evil king did not know Perseus was favored by the gods. Hermes gifted Perseus with winged sandals and a silver sickle, and Athena gave him a bronze shield polished mirror bright. Perseus flew to Medusa's lair and used the shield to watch her reflection. He cut off her head with the sickle of Hermes. As she died, the winged foal Pegasus sprung from her neck. Yes! Flying home, Perseus found the maiden Andromeda chained on the Ethiopian cliffs, waiting to be sacrificed to the baleful sea monster, Ketos. Ketos. Perseus used Medusa's head to turn Ketos to stone, rescued Andromeda, and married her. Take that, Ketos! Perseus returned home to find King Polydectes relentlessly pursuing Danae. They quarreled, and Perseus showed the king his wedding gift. When he saw Medusa's head, Polydectes turned to stone. Perseus traveled to Argos with his family, and one day competed in the great athletic games. He hurled the discus, and his throw was so great that it shot into the stands and struck King Acrisius. So doing, Perseus killed his grandfather and fulfilled the prophecy. Hurrah! You can't escape your fate. In the end, Perseus and Andromeda settled in Mykene as king and queen, and had 7 sons and 2 daughters, the Perseidae. That was a great telling of the tale. I'll never forget it. Maybe the best! I can't wait to tell all my friends! Na, jó van, 100%-ra sikerült, fasza. Ah, thank you. I couldn't help overhearing the end of your story. Truly inspiring, Eagle Bearer. Thank you. Nagyon jó. Ez volt az utcsó quest elvileg itt. Ja, nem, még van. Mi ez? Hát, ez hogy került ide? Na mindegy. Gyorsan levágtatok oda is. Ezt utána megkeresem a zsoldos komát, megölöm. Lesz a quest. Lent. Belenézek azért a térképbe, mert... Ja, itt. Velünk szembe. Na hát itt mi van? Magistrate Xanthi told me you've been having trouble with your farm. Crop failure. It's as if Ares herself salted the earth. How are the crops failing? Blight. Few plants grow, and the ones that do are wilted and covered in spots. The gods would never let this happen if they were happy. It's my godless Elotes, I tell you. You're a messenger of Zeus. You show them the light. I'll find out what's happening. Oh, thank Zeus. My Elotes, Tefta and Maron,
They work the fields, but they do not respect the gods. Teach them. I haven't seen other farms in the area with blighted crops. What could be causing the difference? The grain grew in short and dry. Then the animals started to grow ill. Obvious signs of displeasing Persephone or her mother. Maron claims the animals have been poisoned, but I have no enemies to speak of. What makes you blame your Ilotes for the blight? Have they tampered with the plants and animals? They do not worship as you and I do. I thank Dimitir for all she gives us at the end of each day, but they just reap the bounty of her hard work. So, it's divine intervention? What else dictates our fates? Huh. Tefta won't stop babbling about the soil. Thinks I overwork my farm. Idiot woman. As if this farm hasn't been in my family for generations. I'll go talk with your Ilotes and see what they know. Na, rendet kell rakni a farmon, mivel, hogy szarul terem a kukorica. Hát akkor kezdjük itt. You there? Could you help an ailing woman by getting some mint? I picked some up on my way. The back patch of land is riddled with blight like I've only seen once before. My old master lost his whole farm to it. I'll never forget the smell. The back of the farm. I'll take a look. Mi kell neki? It's a wonder anything grows in this field, with all this mess crushing the plants. The tanners in Kefalonia use something that smells awful to make leather. It can't be good for the soil. The earth is stained here. That can't be good for the soil. It seems like fire is the only way to be sure of ending this blight. Valami még nem oké. Destruction arra, oké. Meg kell tisztítani a helyet. Elvileg így jó lesz. I can't believe I have to tidy everything up around here. Now I'm beginning to understand Tefta's anger. Na, nézzük csak. Mistios? Jere, your master claims this blight is the will of the gods. What do you think? Sometimes crops fail. Could be dry soil, could be insects. It's a shame about the donkey. He was more crucial to the farm's success than the master. Or you, for that matter. How can I make clearing the ground easier? The hoe I'm using is falling apart. I have to fix the blade every few swings. Something more sturdy would make it go faster. It's not like you're shackled to this patch of land. What's preventing you from getting a new hoe? Have you ever been beaten so hard you lose hearing in one of your ears? That's what happened last time I went to market without permission. Oh, of course. I'll look for one. Tilling isn't going to go any faster without a new hoe. Okay. Pillanatra beragadtam ide. Na mi a tosz van?
Meg a végén merül az elem a kontrollerembe. Aha, szerintem igen. De jó. Ezt a questet hadd fejezzem már be. Eszem meg álbazd meg. Here you go. This should make digging easier. You're all right for a stranger. Look, the water's tasted like a rusty blade for the past few weeks. Last time I had water like that was when I was downriver from a blacksmith. Thank you. Na, meg kell nézzünk a vizet is, mert van gond van vele. Kicsit mocskos, vagy mi a franc. Mold to death. May your journey across the Styx be a more peaceful end than this. Debris might be getting stuck in this net. Maybe the dead man was a fisherman. These don't look like the knife wounds of a man. I'll bet it's the metal from the armor giving the water a bad taste. Pillanat, srácok, itt valami nem jó. Meggajdult a kontrollerem, és nem tudom, hogy mitől. Ilyet se láttam még, ez új. Hát az aztán megáll. Jó, hát akkor billentyűzet egér. Ilyet most tapasztalok először, amióta így elkezdtem ezt az egészet. Most vagy elemmerülés okozza, vagy pedig csak, nem tudom, leszakadt közben a dolog, aztán azért. Tegérrel mennyivel könnyebb lőni mondjuk. Hullák mérgezték itt a folyót. Oh, that smell is going to linger on me. At least the river runs clear now. Na, mintha lényeges lenne ez a rész, hogy felgyújtsam, de... These crops have been burned, and the river is cleared. That should be the last of the blight. Oh, you truly are godsent. What was the cause of the rot? You were so busy looking to the sky that you ignored what was in front of you. The gods are not responsible for cleaning the fields or the river. That's on you. What? You dare? Xanthis said you are an agent of Zeus, but you are a false champion, as godless as my Elotes. Get out from here! The poison in your fields is nothing compared to the poison in your heart. Még neki a fejebb az meg. Na. Ezt nem vágom. Oh!
Na mindegy. Elvileg. Ja, még ide vissza kell menjek. Leadom a questet, aztán meg vagyunk. Kell leadnom, ja Istenem. Aha, arra. Ez kép vissza, édes Isten, na ezt még nem játszottam billentyűzetegérre. És így épp itt volt az ideje kipróbálni. Nem is megyek jó fele. Istenem. Menj már a faszba! Na, azt látom, azt szünetelek, Zsoldost így nem fogok ölni most, majd utána. Ezt közben megnézem ezt a kontrollert, szerintem elemcserés lesz, az lehet a baja. Thank you for aiding all of us in Pitana. Stories of you will live amongst us for many years. I help where I can, but thank you. A reward for all your help. Nagyon fasza. Igen, ez volt a befejező quest, nem lesz több. Hurrá! Az inventory-t gyorsan átnézem. Ó, hogy basszátok meg ilyen izét. Ez akkor lett volna tökéletes, hogyha nem Hunter damage van rajta. Így ez egy hulladék. Bazd meg ilyen szart. Na mindegy, ez van. Kár érte. Mivel megyek itt vissza? Oké. Headshot az. Hunter ezt cuccáljuk, nem is olyan. Megtartom, jó az. Ki tudja, mit hoz még a jövő. Azt a kurva! Bazd meg! Az igen. Fullos nadrág. Jó van.
Három kőnek a lelőhelyét kell majd még megtalálnom később, de azt ráérek szerintem. Egyelőre ennyi. Őt meg majd megnézem, hogy azóta hova ment. De szerintem ugyanúgy Athénban van. Ja, ugyanott. Oké, srácok, annyi, hogy gyorsan tolok egy mentést. És akkor egy kis pihenő után folytatjuk, ajánlok meg ilyesmi, aztán jövök vissza. Addig is köszönjük.